Karcagváros sportjáért díj, ősszel induló képzések, választási tájékoztató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 21-én 18 óra 5 perckor. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros sportjáért díjat Jobbágy Gergő László pedagógus kézilabda edző részére adományozta. Jobbágy Gergő László már kisgyerekkorában szoros kapcsolatba került a sporttal, a mozgás szeretete a mindennapok természetes velejárója volt. Szerencsére édesanyámmal nagyon sokáig együtt sportoltunk, hiszen ő kosárlabda edzőm is volt, úgyhogy az elvárások azok mindig megvoltak, néha-néha inkább egy kicsit még azt mondom, hogy vissza is húztak, de inkább tartottak azon a szinten, hogy tudjam azt, hogy hol vannak azok a határok, amit feszegetni kell, de én igazából ebbe a díjba azért vagyok nagyon büszke saját magamra és édesanyámra is, mert ő 2009-ben megkapta ugyanezt a díjat, és én rá 13 évre büszkén mondhatom azt, hogy édesanyám után én is megkaptam ezt a díjat. Általános iskolai tanulmányait Karcagon, sporttagozatos iskolában végezte, majd a gimnázium diákjaként kimagasló eredményekkel kézilabdázott és kosárlabdázott. A főiskolai évek alatt a nyíregyházi NB1-es utánpótlás csapattagja volt. Folyamatosan képezte magát, kézilabda edző lett, majd egyetemi végzettséget szerzett földrajz testnevelés szakon. Igazából elsőként édesanyám voltak sportolók is, meg pedagógusok is, úgyhogy mi már ebben nőttünk bele, mert édesapám is egy ideig pedagógus volt, utána én is az lettem, most húgom is pedagógus, ő Debrecenbe, úgyhogy igazából a pedagógia pálya volt az alap, tehát az volt a továbbmenetel, a sport meg mellette adott volt folyamatosan. Szülővárosába visszatérve pedagógusi munkáját a Kiskulcsosi tagintézményben kezdte. Aktív sportolóként a KSE férfi kézilabda csapatának tagja lett. Kézilabda edzőként három korosztály szakmai irányítását végzi. Már a legelején meglátjuk a gyerekeken azt, hogy hogy fogja meg a labdát, milyen a mozgás koordinációja, és van egy fiatal kis tehetséges srácunk, aki azt mondta magáról, hogy én már a legelső edzésen tudta, hogy tehetséges, aki ő a Palkó Zsoltiról beszélünk, ő már többször volt a Karcag TV-ben is riportalany, és például ő már az első edzéseken láttuk rajta, hogy hát ebből a gyerekből lesz valami, és ennek következtében ugye ma már tapasztalhatjuk is, hiszen jövőre már a Pixegednél fog kézilabdázni. Nyitott személyiség munkáját alázat jellemzi. Környezetével, munkatársakkal, a tanítványokkal és a szülőkkel jó kapcsolatot épített ki. Napjait a sportoktatása, a mozgás szeretetének kialakítása teszi ki, élve a személyes példamutatás erejével. Én mondhatom azt, hogy inkább egy laza pedagógusnak tartom magam, az elveimet azt nagyon szigorúan követem, és amikor azt mondom a gyerekeknek, hogy valamit teljesíteni kell, akkor azt nagyon komolyan elvárom, de inkább lazán kezelem az egészet, hiszen ezek a gyerekek generációnként nagyon sokat változnak. Nagyon máshogy kell minden gyerekhez hozzászólni, nagyon nehéz minden gyereket ugyanúgy kezelni, mert nem lehet ma már sajnos. És ennek köszönhetően azért, amikor 27-30 fős osztályban dolgozik az ember, akkor 30 gyerekkel kell külön dolgozni, 30 gyereknek kell a lelkére odafigyelni, és amikor szerencsére én az alsótól kezdve a felsőig tanítok, és mondhatom azt, hogy 220 gyerek, napi szinten 220 gyereknek a lelki világával kell törődni azt, hogy most ő nagyon akar játszani, ő most dolgozni szeretne, és ezt viszont szem előtt kell tartani. Hitvallása szerint a sportnak az a legfontosabb üzenete, hogy figyelemre, kitartásra, csapatban együttműködésre és küzdeni akarásra nevelje a fiatalokat. Gyökeres Sándorral, a Szent Anai Sámuel Református Középiskola igazgatójával beszélgettünk arról, hogy milyen képzéseket indítanak ősztől a diákoknak. Az elmúlt években az iskolában is egy alapvető átstruktúrálódás kezdődött a szakképzési törvény végrehajtása során. A szakmai képzést kicsit külön választották a gimnáziumi képzéstől. Iskolánknak a hagyományos képzései mellett most új képzések is megjelentek már az elmúlt két évben a képzési palettánkon. Én azt gondolom, hogy egy alapvető átrendeződés, egy átstruktúrálódás kezdődött meg a 2019 évi 80-as törvény a szakképzésről végrehajtása során, és
ez az átstruktúrálódás azt eredményezte, hogy a szakmai képzést egy kicsit külön választották a gimnáziumi képzésektől. A intézményünk az hagyományosan szakképzéssel, szakképzési szolgáltatással foglalkozó intézmény, és a szakképző intézményé lett, ez lett a alapvető besorolása. Eden belül pedig egy szakiskolai képzési formát, amit most jelen pillanatban szakképzőiskolának hívnak, és a régi 3 éves képzések időtartamát foglalja magában, természetesen más struktúrával, valamint egy 5 éves technikumi képzési csoportot ajánl az intézmény a szakképzés területén, valamint indítunk egy gimnáziumi osztályt is. A gimnáziumban belügyi rendészeti pálya orientációs képzést folytatnak 30 éve. A gimnáziumban belügyi rendészeti pálya orientációs képzést folytatunk, ami hagyományos 30 éve meglévő képzése az iskolának. Megalapozza az, hogy nagyon jó kapcsolatunk van azokkal a szervekkel, ahol ezt a képzettséget vagy ezt a előképzettséget használni tudják a végzett tanulóink, így a rendőrséggel, rendőrszakközépiskolákkal, és hát a Nemzetvédelmi Egyetem is egy továbblépési lehetőség erről a gimnáziumi képzésből. Az 5 éves technikus képzéseink között alapvetően a mezőgazdaság ágazatban a mezőgazdasági gépésztechnikus képzést tudjuk ajánlani, ami egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon élő kapcsolatunk van különféle nagy vállalatokkal, gépkereskedelmi cégekkel és olyan vállalkozásokkal, akik ezt a szakképesítést igénylik. És persze az egyetemről is, pályaorientációs napunkon is részt vettek mind ilyen vállalkozások, például KITE, és hát azok a szervek is, akik a továbbtanulási lehetőséget biztosítják az egyetem mi szférában. A környezetvédelmi technikus képzésű környezetvédelmi és vízgazdálkodási ágazatban van. A környezetvédelmi technikus képzésünk szintén hagyományos, ez környezetvédelmi és vízgazdálkodás ágazatban van. Gazdálkodási és menedzsment ágazaton belül a pénzügyszámviteli ügyintéző, a sportedző, sportszervező szintén technikumi képzéseink, és hát a közszolgálati technikus a másik ilyen 5 éves képzésünk. Ezeknek az 5 éves képzéseknek a lényeg, hogy 5. év végén érettségiznek a tanulóink, és akkor kapnak szakmai végzettséget, technikusi képesítést is. A jelenlegi szabályozás szerint, akik most kezdik majd, illetve már most 10. évfolyamon vannak, és akik most kezdik majd jövőre a tanulmányaikat, ők is előnyt fognak élvezni a szakirányú továbbtanulásban, hiszen a technikus vizsgájuk eredménye az a továbbtanulásnál a felvételi pontszámba alapvetően beszámít. Szakképző iskolai 3 éves képzésre a kistermelői élelmiszer előállító szakot ajánlja Gyökeres Sándor, amely mind alkalmazotti elhelyezkedésre, mind önálló kisvállalkozás indítására ad lehetőséget. Szakképző iskolai, tehát 3 éves képzésre a kistermelői élelmiszer előállító szakot ajánljuk, amely azt hiszem, hogy egy nagyon rugalmas, sokoldalú, gyakorlatias képzettséget ad, mind vállalati szinten való alkalmazotti elhelyezkedésre, mind pedig egy önálló kisvállalkozás elindítására. Látunk ilyeneket, ha körülnézünk magunk körül, van, akik szörpkészítéssel foglalkoznak, vagy aszalványkészítéssel. Tehát nem nagy beruházás igényű, sokszor pályázattal, vagy más forrással kiegészíthető módon önálló vállalkozásban segít ilyet indítani, és megismerik azokat a technológiákat a tanulók, amikkel tulajdonképpen később az életük során akár megélhetés is nyerhetnek. Úgy gondolja, hogy a nyílt napjaikon a Szent Annai választásához az alapvető információkat megkaphatták a szülők és a diákok is. Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 3-ai országgyűlési képviselőválasztás és a vele egy napon rendezendő népszavazás kampány időszaka, és életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok is. A választópolgárok 2 hétig ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra.
Mai vendégünk Rózsa Sándor, Karcagváros jegyzője. Üdvözlöm, jegyző urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és én is köszöntöm a város lakosságát, minden választópolgárt. Beszéljünk majd a választás menetéről, nyilván a választópolgárok szempontjából is nagyon lényeges, hogy hogyan tudja valaki az érvényes voksát leadni majd, illetőleg a jelöltekről. Hát talán kezdjük azzal, hogy 12-én szombaton elkezdődött a kampány, illetve elkezdődtek az aláírásgyűjtések. Ennek azt hiszem, hogy sok választópolgár már a tanulja lehetett, hiszen leadták a ajánló évekre az ajánlásokat. Vissza is hozták már szombaton a választási irodába egy néhány párt. Hát természetesen a két legnagyobb párt a Fidesz és az ellenzéki pártok visszahozták, illetve a Mi Hazánk mozgalom is visszahozta. Ezeknek az ajánlásoknak a vizsgálata történik most meg, és a választási bizottság, a választási körzet választási bizottsága, tehát a Jászlónpont Szolnok megyei 3-as országos egyéni választókerület választási bizottságának az ülése. 16-án szerdán fog a választási bizottság összeülni, és a jelölteket nyilvántartásba venni. Ezek után mi következik az előttünk álló időszakban? Hát jelen pillanatban még előzetesen bejelentkezett több párt, most nem is emlékszem pillanatnyilag, azt hiszem a 8 van, de tulajdonképpen most is van még lehetőség egészen 25-éig, tehát jövő héten péntekig lehet jelentkezni még, akár függetlenként, akár pártok színeibe, képviselőjelöltnek, és az ajánlóíveket még fel lehet venni. Tehát ennek a lezárása fog következni, és amint az ajánlás időszaka lezáródik, akkor meg lesznek a jelöltek, a Választási Bizottság megállapítja a érvényes jelöléseket, akkor felkerülnek a képviselőjelöltek a listára, ami alapján majd a szavazólapokat összeállítják, az egyéni választókerületi szavazólapokat. Ez lesz az egyik szavazólap, mint tudjuk, az országgyűlési választás. És a pártok listákat is állíthatnak, országos listákat. Ez a listás szavazólap fogja tartalmazni azokat a jelölő szervezeteknek a nevét, akik elérték az érvényességi küszöböt, és országos listát tudtak állítani. Az országos listán is képviselőjelöltek juthatnak be a parlamentbe, ezt nagyon jól tudjuk, hiszen 106 egyéni választókörzetbe egyéni jelöltek jutnak be, és az összes többi pedig a országos listákon kerül majd kiszámításra, mandátum elosztásra. A kampány időszak után elérkezünk a választásokig, beszéljünk róla, hogyan fog zajlani, mit lehet tudni a részletekről. A kampány időszak gyakorlatilag a választás napjáig, április 3-áig fog zajlani. Ez az időszak azért jelentős, mert a választópolgárok állandó mozgásban vannak, tehát itt átjelentkezésekre is sor kerülhet. Ennek a lehetősége most már több módon is történhet, akár online módon, akár hagyományosan levélben, vagy személyesen. Ennek a lezárása március 25-én, pénteken 16 óráig fog történni, akkor le kell zárni. Tehát a továbbiakban már mozgásra nincs lehetőség, csak esetleg olyan történhet, hogyha valaki visszavonja az átjelentkezési kérelmét. Az átjelentkezést annál a választási irodánál kell begyújtani, ahol lakcímmel rendelkezik az állampolgár, tehát ami a lakcímkártyáján van, és a lakcímkártyáján érvényes adatok alapján Magyarország belterületén bármelyik választási körzetben szavazhatnak, és ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy én úgy szoktam mondani, hogy a választópolgár után viszik a szavazólapot, tehát egy karcagi választópolgár, hogyha Sopronba adja le a voksát, akkor is a karcagi jelöltre vonatkozó szavazólapot fogja megkapni. Milyen okmányok szükségesek a szavazáshoz? Hát
Általánosabban mutatom minden olyan okmány, ami a személyi azonosításra alkalmas, lakcímkártya, útlevél, személyigazolvány, vezetői engedély. Tehát általánosságban ezek az okmányok alkalmasak, mind a lakcímek igazolására, mind a névre, mind a születési adatokra, mind a személyi azonosító számra vonatkozólag. Helyileg hol lehet majd szavazni? Hogyan lesz kialakítva, melyek az elképzelések? Hát hagyom, nem változott Karcagon, tehát ugyanaz a 16 szavazókör lesz, mint ami eddig volt. Azokon a helyeken lesz. Egy szavazókör lesz, ami kiemelt, és arról részben beszéltem, hiszen az átjelentkezőknek olyan is előfordulhat, hogy valaki majd, ha most az előző példámat veszem, akkor Sopronból Karcagra jön, és akkor itt akar szavazni. Ez a szavazókör lesz a Dózsa György út 4, ha volt általános iskola, vagy Rikaszinó, ahogy a karcagiak ismerik. Ez az a kijelölt szavazókör, ahol akik átjelentkezéssel jönnek, ott adhatják le voksaikat, illetve azok a karcagi állampolgárok, akik csak település szintű, azaz városi lakcímmel rendelkeznek. A koronavírus járvány sajnos köztünk van, nyilvánvalóan már azért nem olyan intenzíven, mint az elmúlt évben. Mégis befolyásolhatja a szavazás menetét? Hát nagyon reméljük, hogy nem. Most jelen pillanatban tudjuk, hogy zárt helyeken, üzletekben, intézményeknél, hivatalban maszkviselés használata kötelező. Ez jelen pillanatban ugye adott. Hát nagyon remélem, hogy talán olyan lesz a járványügyi helyzet, április 3-áig ez megoldódik, és talán még ezt sem kell viselnünk. De ha kell, hát akkor természetesen erre is fel vagyunk készülve, hiszen csak emlékezzünk vissza az időközi önkormányzati választáskor, amikor ugye polgármestert választottunk meg, egy képviselőt, akkor pont a járvány közepén voltunk, és hát végül is azt is meg kellett oldani. Mondhatom azt is, hogy egy kicsit ilyen példaértékű volt, mert abban az időszakban az országban ilyen nagyobb helyhatósági választás nem volt, csak Karcagon. Hogyan tervezik, hány órától hány óráig lesz itt a szavazókörök? A szavazókörök nem változik, a nyitvatartás reggel 6-tól este 7-ig, tehát 19 óráig fognak működni, addig lehet leadni a voksokat. Mozgó urna igénylésére van-e lehetőség, és hogy igen, milyen felület? Igen, mozgó urna igénylésre is van lehetőség, hiszen szükség is van rá. Vannak mozgásukban korlátozott emberek, akik egyébként más módon nem tudnák a választási jogokat gyakorolni. Ennek a lehetősége szintén több rétű, mint az átjelentkezés, ugyanolyan formában, gyakorlatilag levélben, hagyományos módon, személyesen meghatalmazott útján, online módon, és személyes azonosításra alkalmas módon, tehát ügyfélkapunk keresztül, vagy pedig, hát én úgy szoktam mondani, ez a legegyszerűbb megfogalmazás, hogy e-mailen. Ennek az időpontja, ez március 30-a, amikor hagyományos módon lehet a mozgóna igényléseket beadni. Április 1-én személyesen, és április 1-én után már csak a szavazatszámláló bizottságoknál lehet, azaz április 3-án online azonosítással, illetve meghatalmazott útján 12 óráig leadni. A külhonban élő szavazók milyen feltételek mellett tudnak szavazni? Hát azok a magyar állampolgárok, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, ők levélben adhatják le a szavazataikat. Ezen a választáson csak listára adhatják le a voksukat, tehát egyéni képviselőjelöltre nem tudják, viszont mivel ez országos népszavazás is lesz, ezért a népszavazási évre is leadhatják a voksukat levélben. Ennek a módja egy kicsit más, hiszen postán kell feladni ezeket a voksokat, és ezt a Nemzeti Választási Irodánál fogják majd végül is megszámlálni és hozzáadni az eredményhez. Az urnazárást követően mikorra várhatóak az elsődleges eredmények? Az attól is függ, hogy milyen lesz a részvétel. Véletően, és nagyon reméljük egyébként, hogy magas lesz a részvétel, de én úgy gondolom, hogy
hogy egyfajta eredmény már olyan, 10-11 óra magasságában lehet, de azt hozzá kell tenni, hogy a külhomban leadott szavazatok, tehát ugye nem beszéltünk arról, de vannak olyan magyar állampolgárok, akik külföldön élnek, és ők a külföldi képviseleteken adhatják le a voksaikat, azok még természetesen nem lesznek még beleszámlálva, sőt azok sem, akik átjelentkezéssel máshol adták le a voksukat, ez később kerül, tehát egy ilyen 100%-os adattal nem fog tudni rendelkezni akkor az ország, de én azt hiszem, hogyha nem nagyon lesz kiélezett, tehát hogyha lesz valamennyi különbség, 10-15% különbséggel már nagyon jól meg lehet határozni az eredményt. Jegyző úr, a választások előtt várjuk még vissza egy stúdióinterjúra, és köszönjük, hogy elfogadta most a meghívásunkat. Én is köszönöm. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!